Ahol a folyók is lelassulnak, elbolyong az utazó a bánáti pusztaság keleti-déli végein. Szerte néz, s nem lelé a régi hont az új hazában. Csak leomlott vagy megújult színfalak maradtak Torontál és Temes úri világából. Fiatal úri hölgyek és öreg grófok helyett a dohosszagú romlás költözött a bánáti kastélyok falai közé, s ápolatlan gaz az angol parkokba. Messze elkerülik már Bánátot a nemes urak, ahogy a betyároknak, nemzetőröknek és a szorgos német telepeseknek is, csak a különösen érzékeny utazó képes fellelni a szellemét. Mert azért ott vannak még az ódonfalak között és az árnyas folyópartokon. Ahogy magyar szó, magyar ima és magyar ének is száll még az ég felé, a szláv-tenger szórvány szigetein. Mert oly sok viszály után még vannak, akik hisznek a bánáti magyar jövendőben. A temesparti bókáról indulunk, hogy számba vegyük Kanak, Hóléc és Istvánvölgy romladozó és megújult kastélyait. Ürményházán már magyar életre lelünk, majd Temesvajkóc után magyar ének fogad udvarszálláson is. Fehér templom után a Nérával érjük el végül az Aldunát. Bővízzel folyik végig a Temes a torontáli síkon. Egykor mezőket elöntő kacskaringós útját már egyenes mederbe szorították. Partjait holtágak szegélyezik. A holtágokon túl apró települések, melyek az árvizektől védettek, de a történelem árjának már nem tudtak ellenállni. Ilyen az Árpád-kori Bóka is, ahonnan útnak indulunk bánáti barátunk Link Lajos társaságában, a megviselt templom plébánosa Fehér Roland útbaigazításával. Üdvözöllek benneteket az ősi utak, régi titkoknak a föltárásába, a Torontál megyei úri világban, és hát induljunk-e Bókáról Isten áldásával. Ez a falu vegyes közösség, amely körülbelül olyan 1100-1200 lelket számlál. Magyarok körülbelül olyan 300 és 400 között. Na, szép. Tehát és van egy körülbelül egy olyan 200 horvát, és a többi pedig szerb. Először 1333-ban említik, és később Bóka újra megjelenik az 1800-as évek elején, amikor ugye a Zágráb környéki elszegényesedett horvát nemeseket telepítenek ide. Jelenleg, ahol állunk, ez a római katolikus templom. Magyar felirattal? Magyar felirattal, igen, amely 1840-ben épült. A magyarok is és a horvátok is közösen építették. Mostanság mennyire aktív a közösség? Igaz, Közép-Bánátban vagyunk még, de már lehet nevezni szorványvidéknek, hiszen csak az idősebbek járnak a szentmisékre, és sajnos így a magyar nyelv is lassan ebből a faluból is kiveszik. 100 év ezelőtt fordítva volt a helyzet, akkor ugye a szerbek nem hitték azt, hogy igazán az övéké lehet, és hát másképpen alakult. 100 év után nem tudni, hogy hogy fog alakulni. Én abba hiszek, hogy az Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan. Én abba bízok, hogy ez a táj föl fog virágozni.
Rejtélyes történeteket, kusza legendákat hord a szél a kelet-bánáti pusztaságon. A földön, amit török és szerb annyiszor összevérezett, a 19. század békésebb időiben úri világ virágzott. Egy elhervadt, letűnt korszak emléke, Dániel Lajos gróf kastélya is Kanakon. Hazánk leírója, Borovszky Samu 100 éve még gazdag, rendkívül teljes európai bélyeggyűjteményt és 2000 kötetes könyvtárat talált itt. Aztán Trianon után már egy szerb gyártulajdonos kopogtatott. Majd a II. Világháború után stílusosan árvaház lett. Ma általános iskola működik az épületben. De vajon tanulják-e a mai nebulók, hogy mi történt idekint Kanak határában, a Temesbe ömlő Berzava folyó mellett a Jagodic család kastélyával? Mit tettek a háborúk és a megszállók az épülettel és az angol parkjával? Emlékszik-e még Ólécz megmaradt 150 magyarja a Dániel családra, akiknek erejük teljében több kastélyuk is volt itt? Az úri lakok új funkciót kaptak, de a lelket és az anyanyelvet vajon le lehet-e cserélni? Sok kétség, sok kérdés merül fel bennünk, miközben Ólécz-szel átellenben szürreális jelkép fogad. A romantikus kastély egykori díszes parkja helyén birkák legelésznek. A letűnt úri világ Torontál vármegyében egyik ékes kastélyánál vagyunk. Ez a legszebb talán az összes közül. Hát mondhatnám, hogy legszebb, de mindegyiknek saját magára van szépsége, története, és hát pont arról a nagy életről, gazdagságról tanúskodik, amit ugye Trianon megszüntetett. Sajnos ez a kastély is Botka Béla tulajdonában volt, 904-ben építették, és hát valójában ugye Trianon után elveszik a birtokának nagy részét, ő meg a birtokának megmaradt részének kártyára vetötte, úgyhogy elveszíti kártyán. Felesége Emma, amikor ezt megtudta, levetette magát az egyik toronyból, és hát legendák is kötődnek hozzá, hogy minden év augusztus 2-án fehér galamb formájában visszatér a kastélyba. A kastély később Franz Mein megvásárolta lányának, és a lánya hozományképpen Kapetán vezeték nevű férje után mostan Kapetánovónak hívják. A szomszédos István völgye a 18. században került a Damaszkin család birtokába. Egyik sarjuk István a falu népét a mai árvíztől védett részre telepítette, melyet róla István falvának neveztek el. De hiába kopogtatnánk be a kastélyukba, nincsenek már itt a torontáli damaszkinok. Az új idők sem fukarkodnak különös történetekkel. Azt mesélik, volt egy kivándorló, aki később visszatérve szülőfalujába, a templomot 80 méterrel odébb találta. Már azt gondolta, megbolondult, de kiderült, míg oda volt, a templom dőlni kezdett. A megmenteni érkezett építészek meg rájöttek, hogy olcsóbb egy újat építeni. Így a közelben egy az egyben felhúzták a korábbi mását. Azt is mondják, itt van a környék legjobb fagyizója. Persze, hogy nem tudjuk kihagyni. Ne gondoljuk, hogy a bánáti pusztában csak a múlt idéző nemesi kastélyok emlékeztetnek a magyar jelenlétre. 1817-ben Ürményi Ferenc temesvári kincstári jószágigazgató a Mária Terézia csatorna partjára katolikus magyar családokat telepített.
Ürményháza magyar sziget a délbánáti Új-Bábel kellős közepén. A környéken ahány falu, annyi nemzetiség. Szerbek, románok, tótok, bolgárok, németek a szomszédok. Ez a szép magyar falu lakossága azonban elzárt helyzete dacára is megtartotta erős faji jellegét, őseitől öröklött szokásait, és megmaradtak meleg szívű, nemesen gondolkodó, nemzetiségükhöz, múltjukhoz ragaszkodó, becsületes, igazi magyar embereknek. Megmaradtak bizony, pedig min kellett átmenniük. 1848 őszén a szerbek felgyújtották Ürményházát, de az elűzött magyarok, ahogy lehetett, visszatértek és feltámasztották. A temetőben egész Délbánát egyetlen 1848-49-es emlékműve tiszteleg a hősök előtt. A szerbek a templomot is felgyújtották, de a visszatért ürményháziak feltűrték az ingújat, a régi kőből új istenházát építettek, s 1855-ben fel is szentelték azt Szent Anna tiszteletére. Most a rónád jár tüzében, ring a déli bán. Ilyen rövid, de küzdelmes történelem után ugye senki nem gondolja, hogy Trianonnak és a két világháborúnak sikerült megtörnie Ürményháza népét. A szépen gondozott falucska él és élni akar. Erről tanúskodik az asszonykórus messzehangzó éneke is. Mert nem csak ott Erdélyben, de itt is zúg négy folyó. A Temes, a Karas, a Néra és a Duna, amiket utunk során érintünk is. Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó, ott, ahol kiömlött annyi drága vér, egezredévről mond mesét a szél. Búg a kür az ősi várfokán, az Ürményházi Ifjúsági Klub elnöke Móricz Elvira számol be a megmaradásért vívott küzdelmekről. Lássátok, barátaim, hogy az úri világból átjövén a jelenbe, hogy van jelen, van magyar jelen, és lesz magyar jövő is, és hát ennek ékes bizonyítéka Ürményháza. Tehát a bánát egyik legmagyarabb közösség. Isten hozta önöket hozzánk a 203 éves Ürményházára. Délbánátban vannak, Ürményházának egyre évről évre kevesebb a lakosa. Nagyon kevés gyerek születik, ez probléma Vajdaságban, de azt hiszem Magyarországon is. Nagyon sokan elköltöztek a faluból, családok a jobb megélhetőség után kutatva. Nagyon nagy a munkanélküliség itt. De annak ellenére, mint ahogy látta is, próbálunk, törekszünk versenyeken, rendezvényeken, szemléken megjelenni és hallatni magunkról. Ez sikerül, az Ürményház Ifjúsági Klub nagyon sok rendezvényt megtart itt helybe, de el is megy. Nem tudom elképzelni ennélkül, ez a miénk. Nem tudom a másét elfogadni, csak az megnézem, meg meghallgatom, de nem tudnák abba belecsöppenni. Nagyon fontos számomra, három lányanyukája vagyok, és ezt mind szeretném nekik átadni. Az Ürményházi Ifjúsági Klub programja az is, hogy megismertetni a fiataljainkat a nemzeti és a faluba élő szokásokat, nemzeti örökségünket, hogy hát úgy képzelem el, hogy akkor lesz igazán gazdag, ha ezt mind tudja. És hiába 100 esztendeje már Trianonnak, az ürményházi fiataloknak van válasza az elszakítottság kihívásaira is. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. A kegyetlen világhódítók ördögi tervére a déli végek halálra ítélt magyarsága őszintén csillogó gyermekszemekkel és égbeszálló dallal válaszol. Kell lenni a mennyben,
Amilyen felemelő űrményháza élni akarása, annyira lelombozó Temesvajkócon Mocsonyi György 160 éves pusztuló kastélya. Nyoma sincs gazdag könyvtárának, kivételes porcelán gyűjteményének. Eltűnt a park, ahol egykor gróf kisasszonyok játszadoztak, a tó, amely partján az első csókok elcsattantak. A vörös proletárok egy szép új világ ígéretével eltörölték a múltat. Hogy most jobb-e, hogy a düledező grófi uradalom hajléktalanok hajléka? Döntse el ki maga. A Duna-Tisza csatornába tartó karas mellé települt alig 200 esztendeje udvarszállás. Sorsa, múltja és jelene, mint űrményházáé. A közeli strázsán Damjanics még győztes csatát vívott, de udvarszállást 1849-ben a szerbek porig égették. Ám újra benépesült, és azóta is minden vészen át, elszakítva az egykori uradalmi központjától, Jámtól, mint magyar sziget tartja a frontot a környező román és szerb tengerben. Rendületlenül kapaszkodik hitébe, nyelvébe, népi kultúrájába. A néptánc csoport vezetője Horváth Gizella mesél arról, hogy lehet a szerves kultúrát nemzedékről nemzedékre átörökíteni e kicsiny magyar közösségben. Öröm látni, milyen pezsgő magyar élet van itt udvarszálláson. Hogyha már a gyerekeknek van kedvük, a szülők támogatnak bennünket abba, akkor miért ne? Hogyha nekünk meg lehetett az az élményünk, hogy utaztunk, eljutottunk, láttunk, fölléptünk, sikereket éltünk, meg barátságokat kötöttünk, akkor miért ne nyújthatnánk nekik? És ugye, mint mondtam, udvarszállás nagyon kis település, és távol vagyunk minden magyar településtől. Szóval nem úgy van, hogy na, átugrunk a szomszéd faluba, akár biciklivel is, vagy összejönnek futballmeccsre az iskola udvarba, mert nem, messze vagyunk. Ez egy kisebb csoda, hogy megmaradt itt és, a magyarság. Hát egy Délbánátban főleg így van az összes magyar település, nagyon kell kapaszkodjunk minden szalmaszálba, a saját közösségünk építése érdekében is, és az egymás iránti kapcsolatok építésében is, mert különben nem lehet. Ha mi nem harcolunk érte, senki nem fog helyettünk. És sok erőt és kitartást kívánunk ez. Köszönjük De szépen! Látjuk a gyerekek arcán, hogy örömmel jönnek. Ezért szerintem érdemes csinálni. Még délebre a Dunát kereső Duna-Tisza csatorna, a Néra és a Karas mellékén izgalmas vízi világot találunk. A kavicsbányászat révén kialakított mesterséges tavak a turizmus szolgálják. Adja magát, hogy a kempingben töltsük az éjszakát. Azt mondják, a Kárpát hazában itt, a Bánát délkeleti csücskében süt legtöbbet a nap. Az lehet, de mi most nem ezt tapasztaljuk. És bizony a történelem is sok borús időt hozott az 1000 éves délkeleti határainkat őrző fehér templomra. Alba Eklézsia a török időkben teljesen elpusztult. A 18. században a magyarok mellett, főleg svábokkal telepítették újra. Aztán jöttek szlávok északról és délről is. A bánáti katonai határőrvidék részeként a szerb-román határőrezred székhelye lett.
1848-ban ide is betörtek a szerbek. De Maderspach Ferenc százados vezetésével a nemzetőrség visszaverte a támadásokat. A bevonuló császári hadakat 1849 májusában BEM tábornok csapatai szorították ki a városból. Aztán a szabadságharc elbukott, és bevonult a bánáti szerb határőrezred. A kiegyezés után szabad királyi város lett. A békében egymás mellett élő nemzetiségek talán nem is sejtették, hogy jön a nagy háború, és mindent felborít. A szorványba került katolikus magyarok bástyájában, a Szent Anna templomban a Székely Kevén megismert, s időközben ide helyezett plébánossal, Csipak Csabával beszélgetünk. Én már 8 esztendő telt el azóta, mióta találkoztunk Székely Kevén. A szorvány magyarság ugye jó vagy rossz irányba ment el azóta. Ami a magyarokat illeti ezen a területen, tehát Fehér templomi község és a hozzá tartozó falvakban, olyan sok magyar, mint a Kevevárai község és nyilván Székely Kevén, olyan sokan nem is voltak. Természetesen ez a néhány év itt is meghozta még azt, hogy még inkább, vagy még többen elvándoroltak, de azért maradtak is. Én bizakodó vagyok, még mindig vannak közösségeink, ahol tudunk magyarul beszélgetni, ahol meg is értik azt, amit magyarul mondunk, és még tudunk magyarul is imádkozni. Ugye nem csak Bánátnak a déli csücske Fehér templom, hanem ha úgy nézzük a történelmi Magyarországnak is, te egy végvári vitéz vagy itt a déli végeken. Valamiképpen felfoghatjuk így is. Ilyenkor mindig eszembe jut az, amikor most már megboldogult Huzsvár püspök úr, ugye egyházmegyénk első püspökét, megkérdezték annak idején arról, hogy amikor helyezi a papjait, akkor miért van az, hogy a fiatal, fizikailag erős papok miért kerülnek mindig ide a déli részekre, ahol már kevesebb a katolikusság, ahol már szorványban élünk, miért nem kezdjük fönn északon, közelebb Magyarországhoz, ahol még nem csak hogy elvétve hallunk magyar szót, és akkor mindig azt mondta, hogy azért, mert itt a határ, sok értelemben is ezen a déli részen, és ide kellenek azok, akik ezt a határt meg tudják tartani, mert hogyha ezt a részt föladjuk, hogyha itt elfogyunk teljesen, utána már a következő határ az ott valahol Becskerek, vagy esetleg még északabbra lesz. Ami nem lenne jó. Igen, és ezért vagyunk itt, és ezért próbálkozunk, küzdünk mi is a híveinkkel együtt, megmaradásért, de ez nem egy fájdalmas küzdelem, hanem azért nap mint nap, ha nem is valami nagy eredménye, de nap mint nap azért látni, hogy van ennek értelme, és meg kell maradni. Déli határvidékünkön a világháború kemény harcokat hoztak. Amikor 1914-ben a monarchia hadjáratot indított Szerbia ellen, a hadszíntér közelesett Fehér templomhoz. A városban hadi kórházat létesítettek. A monarchia egész területéről kikerült elhunyt katonákat a temető katonai parcellájában hantolták el. A temetőben a két világháború között a fehér templomiak saját hősi halottaik tiszteletére emlékkeresztet is állítottak. A kommunizmus évtizedeiben az emlékhely mostoha állapotba került. De hála a Vigyázók Egyesületnek, megkezdődött a helyreállítása, hogy újra méltó módon emlékezhessen mindenki azokra a hősökre, akik az ezer éves hazáért áldozták életüket. Ez hát a Honnak délkeleti vége, ahol a folyók is lelassulnak. Palánk alatt bővízzel folyik bele a Néra a Dunába, hogy alább a Vaskapuszoroson hagyják el a Kárpát-medencét. Azt mondják, itt kelt át az Attila udvarába tartó Priscos Rétor. Itt érintette először Trajanus Dácia földjét, és Zrínyi Ilona is itt búcsúzott el sírva szeretett hazájától. Azóta sok víz lefolyt a Bánátban. Most nem a magyarnak áll a zászló. De jó, ha észbe, szívbe véssük. A történelem még nem ért véget.